20 szál vörös rózsából készült virágcsokor Valentin napra az egyik mosonmagyaróvári üzletben, a virágboxba pedig rózsaszín, fehér és piros virágok mellett édesség is került. A szárrózsa mellett az ajándékboxok ebben az évben is nagyon népszerűek, amiket más-más méretben és stílusban is meg lehet vásárolni, de számos más különlegességgel is készültek a Valentin napra. A vörös rózsa az a legfelkapottabb. Hát eleve az árak egy kicsit magasabbak, ugyanúgy, mint bármi más, de egyszer van egy évben Valentin nap. Készítünk virágboxokat, táskákat, csokrokat különböző méretekben, vagy egyszál virágos bedíszítéseket is készítünk. Megtalálhatók a sejemvirágos dobozok. Most nagyon felkapottak ezek a kis táskák, ilyen kis színesek, de nagyon szeretik a tavaszi virágokat is, tulipán, frézia, játszint. Megtalálhatók az üzletben a szappanvirágból készült boxok is, népszerűek az apró ajándéktárgyak, de sokan keresik a vágott virágokat is. A tulipán az felkapott, ugye mindenki várja a tavaszt, frézia, bazsarózsa, ezek a fiatalok azok nagyon kedvelik ezeket a kicsit különlegesebb virágokat. Persze ezek is drágábbak, mert ugye most a itthoni termelés még azért nincsen. Külföldről hozzák be ezeket. Stábunk ott járt, akkor végső előtt rendelt valentinnapi ajándékot, aki minden évben meglepi kedvesét. Általában a virágcsokorra szoktam őt meglepni. Hát ilyen szolidabb ünneplést szoktunk csinálni, vagy otthon vagyunk kettesbe, vagy pedig elmegyünk este vacsorázni. Mit gondolsz, miért fontos ez, hogy ezt megünnepeljétek? Hát ilyenkor azért több figyelem fordul egymásra, egy kicsit kettesbe is lehetünk, tehát szerintem az együtt töltött idő miatt fontos. Az idei évben visszavetheti a vásárlási kedvet az árak emelkedése, hiszen a leginkább keresett bordórózsa ára 200-300 forinttal emelkedett az elmúlt évekhez képest. Így egy szál bordórózsát 1850 forintért lehet kapni, a többi fajta 1100-1200 forint az üzletekben.